Na, Hali, papi, mami, ez lett. Na, hát jól elment az egész nap egyébként, úgyhogy hát most már elég késő van, találkoztam a kis hugicámmal, és akkor vacsoráztunk együtt, egyet, egyet, együtt, együtt, egyet. Na mindegy, valami ilyesmi. Na, az a lényeg, hogy nagyon sokat nevettünk, tök jó volt az egész nap, úgyhogy azért megvan a koffeinmentes kávé, ugye erről beszéltem. Itt, kérem szépen, hát nem fűzök hozzá nagy reményeket, megmondom őszintén, mert ugye én ilyen szeretem az ilyen speciális kávékat, ugye ami 100% arabika vagy arábika, nem szeretem azért robusta kávékat, szeretek minőségi kávét inni, mert ugye most már idézőjelben elég finnyás lettem ezekre, viszont hát sajnos ebből nem találtam ilyet, hogy 100% vagy még csak 80 vagy 70%-os arábikát se, tehát ugye ez a kávé tisztaságát jelzi, úgyhogy maradt ez a hagyományos, hát az Omniát választottam azért, mert ennek még így azt mondom, hogy iható ez a kevésbé drága kategóriás vagy felső kategóriás, tehát hogy az alacsonyabb árfekvésű kávék közül még ez az, ami iható szerintem abszolút. Na, amit lehet tudni róla, hát a dobozon itt fel van tüntetve, hogy maga ez a kék csomagolás jelzi azt, hogy ez koffeinmentes, nem tudom mennyire látszik, itt lesz a felirat, tehát koffeinmentes kávé rá van írva. Omnia Dauegberst, nem tudom, jól mondtam. Mit kell róla tudni? Annyit, hogy hát a lágy és az intenzív között helyezkedik el a pörkölésed, telt ízt írnak róla. Meglátjuk, majd itt van ez a hivatalos marketing duma, amit én sosem hiszek el. És hát több mint 250 éves tapasztalat, ez nem érdekel, csomagolás érdekel, hogy hát sokat nem tudunk meg róla, igazából egy teljesen hagyományos kávéról lehet szó. Annyi, hogy koffeinmentes, őrölt, pörkölt kávé, ennyit tudunk róla, és hát itt mutatja is, hogy milyen fajta kávéfőzőkben a legjobb, ha lefőzzük, úgyhogy. Hát akkor bontsuk ki, és akkor nézzük meg talán, de rakom így ide, addig. Mesélt, és akkor ilyen paraszt módon így nekiesek, itt most nem fogok ilyen szépségesen bontani. Hát ez valószínűleg most ez nem fog így mondani semmit, úgyis átöntöm majd. Nyilván, ugye, ja, ez olyan jó rész, nem? Amikor így megvágod a kávét, és akkor így kimegy a izé belőle a vákum. Attól megoldom. Na, mindent mutatok, csak azt mondom, hogy kéne. Na, nézzük, akkor kibontom. És akkor az első benyomásokat. Illatra. Igen, már ezek a kis izék benne, az esélyben nem fogad, ott vannak ilyen ezért nem szerettem az ilyen nem arabika kávékat, hogy ott benne vannak ezek a más színű, tehát egy kávé az barna, amilyen a pörkölés, nem kellenek bele azok a színek. Na, minden esetre nézzük, tömjünk egyet, akkor hogyha 6 személyes kiszerelésben fogom megcsinálni most ezt az első adagot, és akkor azt szépen, hát baromi kíváncsi vagyok. Nem fűzök nagy reményeket hozzá, tehát megmondom őszintén. Jaj, úristen, na. Húha, hát az anyaga inkább ilyen homokra jellemző, tehát nem ilyen tapadós, mint a kávénak, nagyon furcsa. Ez már így eleve annyira nem szimpatikus nekem. Na, de majd ugye a végén dumáljak, amikor iszom a kávét, aztán lehet, hogy ez lesz a legjobb, amit valaha ittam, mert persze ez, ugye? Hát nem tömöm agyon, így néz ki, ez ugye bemegy ide, hát ez 6 fejadagnak felel meg. Ezt ide becsavarom, a vizet már beletettem, és akkor hagyj szóljon. Na, aztán hogyha ez lefőtt, akkor megszaglászom még egyszer, hogy most mi van ezzel. És hát meg fogjuk kóstolni, és akkor mondok róla egy-két szót. Na, hát lefőtt ez a kávé. Megmondom, ezt egy kis jó indulattal sem mondható ilyen nagyon jó illatúnak, szóval igazi ez a kávé, hát már elszoktam ezektől a fajta ilyen olcsóbb kategóriás kávét, olcsóbb, hát tudjátok, ugye mondtam, hogy nem arról van szó, hogy ilyen
ilyen 3-4 ezer forintos kávét iszok, hanem egyszerűen nem a 3-400 forintos, hanem mondjuk a 7-800 inkább. Hogy ezzel nézzük az összét, öntöm mindenhol, nagyon ügyes vagyok. Ennyi szerintem bőven elég lesz nekem úgy kezdésnek, ugye koffeinmentes, ezt elfelejtettem mondani, hogy itt hova is raktam a... Annyi volt ráírva talán valahol, hogy 0, nem tudom hány százalék a koffein, mert ez valószínűleg úgy lehet, mint a... Mi ez, mondjátok már a... Mondjátok már, hát értitek, hát mondjátok már, majd kommentben mondjátok, és akkor majd itt rögtön tudom. Szóval olyan, mint az alkoholmentes söröknél, nem lehet 100%-ig kiszűrni ugye az alkohol tartalmat, gondolom a koffeint se. Hát nézzük akkor még egyszer. Illetve, hát nem tudom, majd tejjel elmegy szódával. Nézzük akkor gyorsan ezt a kávét, ugye. Bocsánat, a sapkáért ezer felé áll, még így a hajam, meg a fejem, meg még átseöltöztem rendesen, mondom, ez az első bringázásból. Na, ugye akkor... Úristen, már itt mik húznak ebbe komolyan? Na, szóval ugye megfőztük ezt a zsenialitást. Így már olyan illata van, mint az a tipikus, amikor suliba adták a teljes kávét. Biztos emlékszik mindenki erre a nagyon picit ilyen karamellizált íz, tehát nem ez a kávé, hanem inkább ez a karamelles utánérzés az illata. Teljesen cukor nélkül iszom egyébként. Hát és az íze is olyan. Azért ebből megkóstolnék egy ilyen 100% arábikát. Mindenféleképpen kávé, tehát kávé íze van. Azonban, mondom, van neki egy picit ez a karamelles ízvilág inkább, tehát nem ez a kávé-kávé. És most lehet, hogy pszichésen az ember a koffeint mennyire érzi ki ebből, mint ahogy mondjuk az alkoholt egy alkoholmentes sörből, de más azért egy picit. Hú, nem is tudom, nehéz ugye az ízeket így visszaadni, meg megfogalmazni, hogy mit érez az ember. Nagyon gyenge, tehát nagyon-nagyon gyenge íz, amit érzek. Tehát nincs meg ez a picit karmolós kávés íz, ami egyébként így a pörköléstől, meg a rendes koffeinos valódi kávéban megvan. És ilyen gyerekkori dolog jut mindenképp eszembe, mondom így a gyerek teljes kávé, de azért annál egy fokkal jobb, tehát nem annyi, gondolom ott már a mennyiség a lényeg. Azt gondolom, hogyha ebbe többet töltök, tehát nem annyit, mint egy valódi kávét, hogy láttátok, eddig töltöttem kávé, az egyébként egy rendes ilyen bögrébe az körülbelül egy újnyi, mert ez egy ilyen hosszított üveg, nem tudom, az esélynek a nagy látószöge miatt ez is ilyen nagynak tűnik, valószínűleg ez egy nem annyira nagy pohár, tehát ez csak a teteje így nagy, az alja ugye a szűkül, tehát ezt idáig töltöm, az amit egy újnyi kávét tölteni, tehát azt mondom, hogyha ebbe mondjuk egy két újnyi kávét töltök, mondjuk nem ebbe, hanem ebbe akkor négy, tehát mondjuk föltölteném idáig, és a többi tej, tehát majdnem fele-fele, illetve hát az nem a fele, mondom még egyszer, mert ez csalogha, akkor szerintem azért... De alternatívának egyébként el tudom fogadni. Tehát azt mondom, hogy fogok inni rendes kávét, és azt fogom csinálni, hogy arra tökéletes, tehát azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy igyon rendes kávét meg egyet, mondjuk aznap, vagy a 5 vagy a 4 kávé helyett, az én is van, amikor 4-5 kávét is betolok, kis túlzással, meg esténként kávézok, hogy éjszaka én már nem fogok kávét inni, hanem akkor már csak ezt fogom. Tehát iszok reggel mondjuk egy normál kávét, és maximum lehet, hogy ennyi, és utána a többit meg ezzel. Egyébként nem mondhatom, hogy rossz, tehát nincs meg ez a kávézat íze, mint az ilyen robusta kávéknál egyébként, az olcsóbbaknál, hogy ez az a kávézat íz egyébként. Tehát elfogadható. Na, nem mondom, hogy ez olyan nagy gond. Tehát mondjuk nem olyan, mint egy alkoholmentes sörnél, hogy semmi köze a sörhöz körülbelül, mert ott majdnem az van. Itt
Tényleg, aki szereti a kávést, egyébként nem, nem azt mondom, nem rossz alternatív, ki fog, rendelni fog egy 100% arábika kávét is, egy ilyen felsőbb kategóriás, egy nagyon jó pörkölt, finom kávét is. Megnézem, hogy az mennyivel lesz másabb. Alternatívának tudom én ezt ajánlani, semmi gond, ezzel ki fogom próbálni majd, hogy még töltök bele egy kicsit, és akkor mi a különbség. Na, papi.